Csökmő. A Sebeskőrös és a Berettyó szögletében fekvő község egyike a legviharosabb sorsú településeknek. Csökmő és környéke már ősidők óta lakott helynek számított, amit az itt talált nagyszámú, különböző korokból származó lelet is bizonyít. Első írásos említése a Váradi Regestrumból 1219-ből származik, 1332-től egy házas hely. A török hódoltság idején elnéptelenedett, csak a 18. században kezdett újra benépesülni. 1604-től a csákiak birtoka, 1704-ben a rácok dúlták fel a települést. Református temploma 1756-ban épült, de 1891-re le kellett bontani. Ekkor egy nagyszalontai építész tervei alapján épült újjá. A II. Világháborúban megsérült kékszínű arancsillagos mennyezetét nem sikerült helyreállítani, helyette fehérre meszelt mennyezet van. Berendezése eklektikus.